Hello, sziasztok, Bármáros vagyok, és ebben a videóban a Crohnról fogok beszélni egy picit, tehát ez egy ilyen netorvosos dolog lesz. Igazából arról van szó, hogy ugye Crohn betegség mellett én Crohnos vagyok, nagyjából 2 éve diagnosztizálták, és ugye bent vagyok egy ilyen IBD-s, Crohn colitis-es, IBS, tehát irritabilis bél szindrómás csoportba. Ugye ez úgy van, hogy morbus Crohn, colitis ulcerosa és irritabilis bél szindróma, és ennek a háromnak az együttes neve az IBD. Na most, sok esetben látom azt, és ugye beszéltem betegekkel, és nem tudják, hogy milyen vitamint kéne szedniük, melyik nem roncsol, melyik az, amelyik viszonylag olcsó, könnyen beszerezhető, tehát ez egy ilyen termékbemutató lenne, természetesen semmilyen szponzorációs tartalom nincsen benne, pusztán az én személyes tapasztalataimat szeretném elmondani, mert sokat próbálkoztam ilyen C-vitaminokkal, olyan vitaminokkal, ilyen vitaminokkal, tehát multivitamin komplex kéne. Tehát az azt jelenti, hogy minél több vitaminnal rendelkezzen, de ne túl sokkal, hiszen azért fogyasztunk ilyen-olyan táplálékokat, plusz ugye étrend kiegészítőt is szokás. Most én ezt a modulent használom, erről majd a későbbiekben fogunk videót, majd fogtok videót látni, de most elsődlegesen erről szeretnék nektek beszélni. Kicsit bevilágosodik. Tehát Vita Day, multivitamin plusz cink és vas, ez van ráírva. Tehát szemben látható, van benne cink és vas, illetőleg jód is van benne, de ami érdekes, most felolvasom nektek. C-vitamin van benne, B3, B2, B6, B1, B5, E, A, folsav, D-vitamin, B12, vas, cink, jód. Ugye ezt itt a hátulján láthatjátok a kis táblázatban, gondoljátok, akkor lepauzézhatjátok és megnézhetitek. Ami miatt érdekes ez a vitamin, ellentétben a többivel, ez szájban oldódó. Tehát ez olyasmi, ugye ide van írva, hogy rágó tabletta, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen szopogatós tabletta, csak ugye rágó a neve, de teljesen mindegy igazából. Beveszitek a szádba, szátokban, ilyen orálisan lehet használni, beveszitek a szátokban, és utána nem kell lenyelni, nem kell semmit se csinálni vele, egyszerűen csak elolvad a szádba, vagy szátokban, illetőleg össze is lehet őket rágni, és akkor rendben lesz. Én ebből 2 veszek, egyet reggel, egyet este, és gyerekzáros, úgyhogy kicsit nehezen nyílik, ezen mindig voltak problémák, hogy hogyan kell kinyitni, mert kicsit nehézkes, nem szeretem a gyerekzára. És egy ugye ilyen fóliával van levédve. Ha ezt kiukasszuk, egy pillanat, arra vigyázzunk, hogy a lehető legkevesebb levegő érje ezeket, mert ugye a vas és a cink tartalma miatt oxidálódik egy pöppet, és ilyen furcsa íze lesz, meg furcsa szaga is. Így néz ki egy tabletta, ilyen picike, és ennyi az egész. Veszitek a szátokba, és elolvad nagyjából egy 5 percen belül. Miért is jó ez? Azért, mert ez a száj nyálkahártyáján keresztül oldódik föl, ellentétben a többi vitaminnal, ami ugye a bél traktusnak a bevonását is igényli, és ez azért is nagyon fontos, mert például akinek ileum transversum műtétje volt, mint nekem, tehát hogy kiejezik a vastag vagy vékony belet, tehát hogy sztómás betegről beszélünk, akkor ugye bizonyos béltraktus nem működik. Ugye Crohn esetén alapból fekélyekkel jár, a colitis ulcerosa esetén eleve nehezebben megy az emésztés, ugye a eléggé nagy kiterjedési gyulladás miatt, és ezt akut időszakban is nyugodtan lehet venni, tehát akkor, amikor gyulladt időszakról van szó. Ez azért is nagyon jó, mert ugye a vas nagyon-nagyon sok mindenért felelős, viszont ugye sajnos mindegyik, tehát az IBD nek az összes ágazata mind a 3 vérzéssel is jár, és így anémiás, vashiányos lesz az ember. Ebből adódóan fontos az, hogy pótoljuk a vasat. Illetőleg mindenféle vitamin van benne, ami segít, ilyen segítő vagy kísérő vitaminok is vannak benne, ugye a vas felszívódását elősegítve. Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon ajánlani tudom, arról nem beszélve, hogy rohadt jó ízű. Nem tudom, mennyibe kerül. Olyan 1500-2000 forint között lehet. Sajnos néha ki vannak fogyva a boltok ezzel. Lehet pótolni, ugye előrendelni, meg ilyenek. Itt ugye egyszer egy van ráírva, tehát napi egyet kéne bevenni, de teljesen mindegy igazából. Úgyhogy én 2 tablettát veszek, itt ugye elő van írva az adagolás. Nem befolyásol semmit. Teljesen jó, és ugye ez a krónosoknak teljes mértékben megfelel. Én ugye a krónról tudok nyilatkozni, mert krónos vagyok, de szerintem az IBD bármelyik ágának IBS
Crohn vagy a colitisnek is tökéletes. Ugye a vitamin az nagyon-nagyon fontos, hogy pótolni, tehát azt pótolni kell minden esetben, arról nem beszélve, hogy ugye mivel a béltraktus egésze, vagy egy része, vagy valamelyik elég nagy kiterjedésében problémás, ezért a felszívódásra is gondok vannak, és ugye aki ezzel a betegséggel küzdik, az tudja jól, hogy igen szigorú diétát kell betartani, ami gyakorlatilag azt is jelenti, hogy sajnos nem lehet semmilyen nemű, vagy csak nagyon kevés nemű zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Ezért úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy pótoljuk a vitamint így vagy úgy. Természetesen ezekben az úgynevezett táplálékkiegészítőkben, teljes értékű ilyen tápszerekben található vitamin, ugye ebbe is van, de én jobb szeretem külön is venni. Maximum csak kiürül a szervezetből, de azért figyelek arra, hogy a napi adagolás meglegyen. Ez segít abban, hogy azért az ember egy kicsit vitalitásabb legyen, vagy vitálisabb legyen. Kicsit mobilisabb, jobban erőteljesebb, az immunrendszer is normálisabban tudjon működni. Ez főleg téli időszakokban fontos, mert ott alapból kevesebbet tud az ember sajnos ilyesmikhez jutni. És ugye mi nem ihatunk még rostosítőket sem, legalábbis én nem. Ugye ez egyéni tolerancián alapszik, szóval van, aki igen, de nagy átlagban az azért elmondható, hogy nem lehet. Úgyhogy ezért is ajánlom mindenkinek ezt a, még egyszer, VitaDay multivitamin cink plusz vasos dologot. Ebben összesen van 60 tabletta, ha napi kettőt szed az ember, tehát kétszer egyet, akkor az 30 napig, egy hónapig elegendő. Teljesen jól pótolja azt, amit mi krónosunk, vagy bárki, aki IBD-s esetlegesen kihagy, annál fogva, hogy nem tud semmi olyasmit enni, amiben ilyen vitaminok szerepelnek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, akkor nyomjátok egy lájkot, de ez most kevéssé fontos, inkább ez egy ilyen kedveskedés akart lenni azok számára, akik ezt nem tudják, akik úgy el vannak veszve, mert az a helyzet, hogy Crohnnal egy kicsit, hát én ugye mondom, csak a Crohnról tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy mi a helyzet a többi ággal, de nagyon el vagyunk szeparálva, nagyon magunkra vagyunk utalva, és ebből adódóan én úgy érzem, hogy próbáljunk egymásnak is segíteni, amennyire lehetséges. Én még szeretnék máshogyan is segíteni, ugye a orvosi pályával, de ez most más kérdés. Így vagy úgy én szeretnék segíteni nektek, amennyire tudok. És sok beteg jelezte, hogy a vitaminnal problémái vannak, nem tudja, hogy mit szabad edni, mi az, ami jó, ez tökéletes, nem terheli meg a belet, nem terheli meg a gyomrot, ez tökéletesen feloldódik a szájnyálka hártyájában, és szájüregben igazából már majdnem, hogy teljesen rendben van, aztán meg később felszívódik a béltraktus, mint olyan, úgy nincsen beimplantálva, mint például egy kis rendes kapszula esetén, nem terheli meg a belet, és rendben zajlik az egész, egyébként nagyjából most már majdnem teljesen is olvad, és jó ízű, és viszonylag olcsó, úgyhogy igazából megengedhetitek magatoknak szerintem. Nézzetek utána, még egyszer én Báron Gáldarosz voltam, ugye ez egy álnév, nem így anyakönyvesztettem magamat, Olivernek hívnak, még egyszer nagyon köszönöm, hogy benéztek ezt a videót, és kitartást. Hello, hello!